The Living Tombstone. És egy töltőképernyő, ami nem tartott túl sokáig. Na, hello, hello, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Ó, nem hangos az egy kicsit? Várj egy picit, várj egy picit. Nem vészes. Egy picit még visszavehetünk mondjuk. Combás film. Na, szavaztok. Ma megnézzük az In Sound Mind című játékot, ami pehjemre megint egy horror játék, és hogy miért kezdek bele egy horror játékba. Egész egyszerűen azért, mert láttam egy olyan csatornán, rendszeresen nézek, és megnéztem utána a Steam adatlapot, mármint a demónak az adatlapja, ugye ez egy demo verzió, nagyon kezdetleges, ugye lehet is látni a Weekly Staff, ők a fejlesztők, tudom, ISM demo 0.528, úgyhogy ez még nagyon-nagyon kezdetleges verzió, megközelítőleg sincs kész, úgyhogy lesznek, előfordulhatnak bizony hibák, és ugyanakkor optimalizálás sincs még rajta, tehát performance problémáink is lesznek bőségesen, de ahogy mondtam, ez a játék még el sem készült, ez még egy nagyon-nagyon kezdetleges demo. A játékot jövőre szeretnék kiadni a fejlesztők, szóval ez annyira friss, hogy még nincs is kész. Igen, szóval a hivatalos Steam adatlapon, majd be fogom linkelni a videó leírásába, a fejlesztők megerősítették, hogy a játékban meg lehet simogatni a cicát. Van a játékban egy macsek. Bizony. Úgyhogy nekem nem is kellett több, ha mondom, horror játék, amiben lehet macskákat simogatni. Hát azonnal, ilyet azonnal, hát kíváncsi vagyok rá. Úgyhogy azért, hogy continue, ugye a legelejét megnéztem, hogy azért viszont mennyire játszható. Igazából játszható, úgyhogy, de előre szólok, hogy a játék, is mondjam, kicsit olyan csopi lesz a framerate, csúnya lesz a framerate, meg sem fogja közelíteni a 60-at, amint mondtam, ugye semmilyen optimalizáció nincs még rajta, még rendkívül kezdetleges kódról van szó, úgyhogy ezt szerintem bőven elnézhetjük neki, de annak ellenére, hogy a játékmotorja valóban 60 FPS számol, tehát végig 60-nal megy, a kamera és az egérmozgás az olyan, mintha csak 30-al menne. Legutoljára én a Test Drive Unlimited 2-nél láttam ilyen jelenséget, mondjuk annak egy elég kaka PC portja lett, de hát nem is mostani játék, de hogy az jutatja eszembe. Na, hát a grafika igazából ugye Full HD és a nem az Ultrát, hanem simán a High presetet választottam. Természetesen ugye, talán mondanom sem kell, Motion Blur, Depth of Field ugye kikapcsolva. Óriási piros pont a fejlesztőknek, ugye kezdetleges demóban raktak ide választható opciót, hogy ezeket ki lehet kapcsolni. Köszönjük szépen, nagyon-nagyon jó fejek, már most tök jó fejek. Úgyhogy ja, és tök jó, hogy mindent el is mentette, legalább úgy látom, hogy a beállításaimat is elmentette vajon? Igen, elmentettem. A játék teljesen angol nyelven fog menni, ugye hát ez talán abszolút nem meglepő. Úgyhogy, igen, ezt a demót, illetve értem szerint a játékot még soha életemben nem játszottam még ezzel, nem ismerem. Ez egy first play lesz a részemről. Az első pár métert néztem meg, ugye a technikai tesztelés céljából. És amikor először elindítottam a játékot, rögtön az első pop-up ablakban a fejlesztők rögtön jelezték, hogy erről a demóról bárki nyugodtan csinálhat teljes végigjátszást, élő műsort, és a zenéket is nyugodtan men lehet hagyni, ez az én csatornám számából irreveláns info, de a nagy csatornáknak fontos ez, hogy ebben nincsenek jogvédett zenék. Na,
új játékot kezdünk itt a töltőképernyőt, és jó szórakozást kívánok a In Sound Mind című horror játékhoz. Fogalmam sincs, mire számít, csak fogalmam sincs, hogy mit terveztek ide a fejlesztők, és hogy mennyire akarnak majd ijeszgetni. Remélem, hogy azért kezelhető lesz a téma. They say curiosity killed the cat. Azt mondták, a kíváncsiság ölte meg a macskát. De nem, én öltem meg a macskát. A kíváncsiság csak hozzám hozta. Elhozta hozzám, mert a macskát. Érdekes intrója van. A víz egyébként úgy néz ki, mintha olaj lenne. Ugye ilyen lilás, látjátok, ilyen lila shader van rajta, meg ilyen színváltos, hát olyan, mint az olaj. Basement floor. Where am I? Hol vagyok? Találd ki, hogy mi folyik itt. Hát, köszönjük szépen. I can't remember anything. Nem emlékszem semmire. Talán majd fogsz. Talán. Vörösdémon, igen, most írja. Még jó, hogy visszavettem a beállítást ultráról magas grafikai presetre, mert ultrán, amikor volt az intro, hogy a kamera egészen ide bejön, akkor olyan brutális atomlaggok voltak, hogy hát az valami borzalmas volt, és a kamera mozgásnál is úgy laggolt. Gondoltam, hogy az optimalizáció hiánya miatt feltételezem, hogy a játék kifutott a VRAM-ból. Ugye csak 4 GB VRAM van a VGA-mon, és sejtettem, hogy talán az lehet a ludas, úgyhogy inkább visszavettem magasra, aztán sokat javult a helyzet. Katasztrófa, azt mondja, felejts el mindent. Az életet, amit eddig ismertél, dob ki az ablakon. All indicators are indicating, stay inside. Minden jel azt mutatja, hogy maradj bent. És nekem itt nem F-et kell nyomnom, mert én átmappoltam a billentyű kiosztása, hanem elemért betűt kell nyomnom, de jó. Mindegy, a játék nem figyeli ezt a változót ezek szerint, a kód. Na, service hallway. Viszont ott már írja, hogy collect and interact with objects. Yeah. Majd mondani fogom, hogy meddig jutottam el a technikai tesztelés során. Space-et tudunk ugrani, kontrollál tudunk googolni. De ugye minden irányítást testre lehet szabni, át lehet mappolni a billentyűkiosztás, úgyhogy no problémo. Már a korai demóban, úgyhogy... Igen, ide kell majd egy kulcs, és van... Lesz, így fog kinézni az inventorink. Igen, és... Na igen, ezt mondtam, hogy itt sajnos a framerate nagyon-nagyon-nagyon darabos lesz. Nem nálatok van a gond. Felvétel nélkül, tehát videón kívül is ugyanilyen rossz, de hát, amit mondtam, ez még megközelítőleg sincs kész. És ugye az optimalizálásokat mindig a fejlesztés utolsó szakaszában rakja ebben a játékokba, úgyhogy ezt elnézhetjük. Egyébként, ha jól tudom, a Unity Engine-t használja, nem tudom, hogy pontosan melyik verziót. Storage, raktár. Akkor itt, igen, itt lesz az... I could probably break this. Ja, azt mondja, hogy szét lehetne törni, de még nincs mivel, tehát... ja. Kapunk egy zseblámpát. Köszönjük szépen. This will come in handy. Na most, itt arra kell figyelni. Látjátok, jobb oldalon lenne a töltöttséget, és itt kín sok, nagyon sok vizet. Legalább a víz animációja 60 fps-sel van megcsinálva, úgyhogy... Ja, legalább a víz animációja az úgy oké.
attól függetlenül, hogy ez a víz inkább olajnak néz ki. Tehát jobb oldalon nem, a jobb oldali alsó sorokban láthatjátok a zseblámpa töltöttségi szintjét, viszont ez nem olyan zseblámpa, mint ahogy a legtöbb FPS-ben, hogyha kikapcsolod, akkor újra töltődik. Nem, ez nem töltődik újra, úgyhogy itt az elemekre nagyon-nagyon figyelni kell, balegérrel lehet bekapcsolni, és folyamatosan merül, úgyhogy tényleg csak akkor szándékozom bekapcsolni, amikor tényleg lókukit sem látok. És minden dobozon rajta van, hogy törékeny. Ide került egy szék. Köszönjük szépen. Hello! Hello! Guten Tag! Ez a trutyi, ez nem tudom mi, de ez valami mérgező anyag, ha jól látom ott a jelzést. Ez is széttörhető itt. Köszönjük szépen. Valamivel, majd gondolom, hogy kell... Meg kell találjuk a megfelelő szerszámot, vagy hívjuk Gordon Freeman-t, aztán majd szétszedi pályszerrel. Ide kell egy kulcs, és most... Ezzel nem lehet interaktálni. Most be tudunk ide menni, és ha jól emlékszem... Ah, igen, itt a kapcsoló. Cak! És lőn világosság. Ez pedig... Igen, vannak ilyen workbench-ek, ilyen asztalok, és satupaddal. Itt majd biztos, hogy később majd lehet valamit csinálni, nem tudom, és itt van még egy cetli. This workbench is available to all tenants. Igen, ez a workbench mindenki számára elérhető. Igen, és hogy nem vállal semmilyen felelősséget az esetleges sérülésekért. Blá-blá, jó. És akkor... Ó, nézd csak, mi van itt? Elem. És azonnal fel is tölti. És itt a kulcsocska. Vedd fel a kulcsocskát? Hallway key. Ez az. Így van. Egyébként, ha megnézitek ezeket a textúrákat, itt, főleg ezt a textúrát, tudjátok mire emlékeztet? Ez egy az egyben Fallout 3 textúra. Ott láttam ilyeneket. De ugye 2008-as játék. De ez koppolyan. Na jó. És gyakorlatilag eddig jutottam el a technikai tesztelés során, úgyhogy mondom, nem sokat csináltam belőle. Úgyhogy innentől teljesen új lesz számomra minden. It works. Ah. És akkor innentől számomra is totál új lesz minden. Nem tudom, mire számítsak, de meglátjuk. Volt egy checkpoint, úgy látom checkpoint alapú mentési rendszer van, mert... Aha, látod? Így van. Checkpoint alapú mentési rendszer van, úgyhogy fejlesztők engem nem szeretnek. Habár lehet majd a végleges verzióban lesz hagyományos is. Reméljük. Boiler szoba. Vajon az ott micsoda? Mi? Van ott ráírva a dobot? Nem tudtam elolvasni. Na mindegy. Azt a szobát nem tudjuk még kinyitni. Notice. Any items left behind will remain there. Mind a tárgy, amit magad mögött hagysz, ott marad. Tehát magyarul semmi nem tűnik el. People tend to forget things down here. I have learned not to throw anything away. Az emberek hajlamosak elfelejteni itt lent dolgokat, itt hagyni dolgokat. Megtanultam, hogy semmit ne dobjak el. A tárgyak úgysem mennek sehova. Horror játékban ez nem feltétlen igaz. A mosoda. És a mosodában mosógépek vannak. Emi? Ó, elemecske, köszönjük. Shinizu? Oh, micsoda mosógép márka, nem hallottam még róla. Hát a Shinizu.
Nekem ezt ki kéne kapcsoljam? Ott, és megcsinálták a dobot, hallod, a mosógép meg a dobját, ott lehet látni, hogy forog. Nem biztos, hogy YouTube tömörítés után látni fogjátok, de én látom. Forog a dobja. Apró részlet. Talán some of the washers have me short. Aha, néhány mosógép rövid zárlatot kapott. Universal, universal. Szerencsére a biztosítékok univerzálisak. Vagy szabványosak. If they act up, please don't try and fix it. De igen, de mégis Erronnak mégis gond van, akkor ne próbáljátok őket magatoktól megjavítani, hanem szóljatok nekem. Akárki is, az a szuper. Egy 1660 szupernek én is örülnék. Ó, oh, na nézd csak. Én még nem akarok oda lemenni. Mert... elemecske. Itt pedig... elevátor... Hűha! És működik a lift! Rögtön első... Majdnem kimondtam a rögtön elsőre, de nem, mégsem működik a lift rögtön elsőre. Javítson meg a liftet, azt mondja a játékek. Ja igen, ezt olvastuk. Hello? I might be able to break this with something. Jó, break with something, de mivel? Mivel, hogy lehet, hogy kell? Jahahahaj. A kérdés, hogy nekem oda kéne lemenjek? Nem tudom, hogy innen ki tudnék-e jönni, tudod? Tehát... ha bár de, tudunk ugrani. Jó, most már mindegy. I might be able to break this with something. Ember, ne ezt mondogass, hanem keres valamit, amivel ki is tudod. Halló, halló, hadd menjek! Oh-oh. Ettől feltem. Nem jutok ki! Na, most igen. Csak kicsi problémázott a csávó a clippinggel. Jó, akkor már csak egyetlen lehetséges útvonal maradt. Jaj, de jó! Ez mi? Nosy, ain't you? Nem noisy-t akart írni esetleg? Nosy, mi van a nosy-mmal? Szerintem noisy-t akartam úgy írni, hogy... hogy nem vagy túl hangos? Vagy... De most nekem itt... Ja? Miért nem szólsz? Large electrical fuse. Egy nagy biztosíték, ami... Várjál, ez hova kell rakjam ezt a nagy biztosítékot? Hely! Az egy dolog, hogy van biztosíték, de hova rakjam? Uff. Hát az a lift elindul, engem össze fog nyomni, csak úgy ma... És ha én ezt ide berakom, akkor nem nyom össze a lift? Tehát, hogy... azt... Hova esett? Eltűnt. It's a fuse box. Opus! Na mit mondtam nektek? Mondtam, hogy össze fog nyomni. De most itt be... Ne villogjál nekem, zseblámpa, ne villogjál. Mondtam, hogy össze fog nyomni. Kicsit alattomos húzás volt. Checkpoint, köszönjük. Ez kell. Mi? Várjál, ez mi? Nothing good waits for you upstairs. Semmi jó nem vár rád ott fent. If I were you, I would get nice and comfortable down here. Ha én lennék a te helyedben, ide lent rendezkednék be kényelmesen.
Igen, csak akkor nem fogok előre haladni a játékban. Oké, egyes vagy kettes szint. Most vagyunk, igen, most vagyunk a B szinten, vagy hát az alaksorban, földszinten, alaksor, nem tudom. Basement, akkor alaksor, igen, B mint basement. Hát akkor menjünk, gondolom az egyes lesz akkor a földszint, akkor menjünk oda, nem? This elevator button is missing. Gotei. Akkor menjünk a kettes szintre, hiányzik az egyesnek a gombja. Lehet, hogy így aztán nem tudod megnyomni. Nem lehet, hogy ott az előbb ott mintha nem állt ott valaki vagy valami? Na mindegy. Na, akarjak vele foglalkozni. Explore the top floor. Itt azért már picik és szebb textúrák vannak. Nem Fallout 3-osok. Nein. Waiting hall. Aha. Ez itten. Sweet bugs. Jane 15 HP. Jaj, de jó. New way to approach candy. Hogy tudom megenni, mert így. Nagyszerű. Visszakaptam az életemet. Itt egy italautomata. Nem tudom ezt? Nem. Nem lehet használni. Plusz 18, nem 18 plusz, hohohohoho. Mert ez 18 pluszos videó. Hát honnan tudták? Nye. Nye. 42, az élet értelme. 42. Mi az élet értelme? Hát 42. Itt meg egy 3-as. Egyenlő 3. Ez egy egyenlő 3. Te! Hát az előbb nem ez volt, itt rohadjak el. 666! 666! Nem nyílik. 42. Az előbb is 666-os volt itt? Na mindegy. Ne villogjál, légy szíves, ne villogjál. Folyamatosan változnak a számok. Haj, de aranyos. 108. Mi van? Most már 427. Hé? Bin ich blöd? Értenem kéne. Remélem ez nem valami puzzle, hogy... Ez egy végtelen jel, fektetett 8-as. 999. Jó. Ja. Jó. Ja. Telefon. Tal! Rak vissza. No signal. Persze, hogy nincs jel. Ember, nem néztél még horror filmeket? Number one horror klisé, ha ne viccelj már. Ja nem, az a villogó fények a Number One horror klisé, akkor ez a Number 2 horror klisé. Ott egy cicus. Szakadék nincs sehol. Csak volt egy cicus. Boah. In sound mind. Nem tűnik el? Azért várok, azt hittem, hogy ez a nagy felhő itt eltűnik, de nem úgy tűnik. Na já. Láttatok már ilyen égi jelenséget, ahol az volt kiírva, hogy In Sound Mind? Én még nem. Na jó, abba hagyom a trollkodást. Ez egy olyan játék, ahol folyamatosan változik a pálya, hogyha elforgatod a kamerát? Ilyen, hogy hívják ezt? Procedurálisan generált pálya, vagy mi a túró? Vagy dinamikusan változó pálya? Oh, Gotei. Welcome, kösz, nulla. Hello! Guten Tag!
Jó, hogy ez az én lakásom! Jó. Akkor csukd be az ajtót. Nem az utcát fűtjük. Ez az én lakásom. Hol itt a lámpakapcsoló? Mármint ennek a... Ezt hol tudom bekapcsolni? Sehol? Na, mindegy. Major, wanted to take the time and thank you for your continued support in our company and plan here at Milton Haven. You had a safety and a number one concern, not just company, but... Rosemary James, market and communicate relation. It's bullshit. Marketing PR bullshit nem érdekel. Abból túl sokat láttam az életem során. Ez... Ó, kaja! Ogre... Müsli? Vagy ogre kukoricapehely? Ugly and yummy, tudjátok, hogy mi ez? Ronda és finom? Jau! Csokító! Ronda és finom! Edd meg mielőtt ő lesz meg téged. Jaj, de vicces. Mm-hmm. Egyébként igen, ezt a demót egyhuzamban szándékozom végigvinni. Fogalmam sincs milyen hosszú, úgyhogy előfordulhat az is, hogy másfél akár lehet, hogy... Tehát a videó hossza a játék hosszától függ, a demo hosszától függ. Ó, nézd csak, egy MC között a... Jaj, de rég láttam ilyet. Desmond. Csak nem Desmond Miles. Az egy másik játék. Itt is Shinizu. Na, ilyen híres, zé. Márka lehet a tengeren túlon, vagy mi? Milton, have an emergency broadcast system. TV adás természetesen nincs. Csak akkor, ha épp egy TV adás csak akkor van, ha hosszú fekete hajú kis csaj éppen mutatni akar valamit. Ezt mindenki tudja már a horror játékokból és horror filmekből, hogy ez mindig így van. És az is, hogy nincs saját tükörképünk. Csak akkor, hogyha éppen valami csúnya dolgot kell lássunk a tükörben. Csak ennyi? Van egy sima MC kazetta, de mit csináljak én vele? És mire jó, hogy be tudok menni a fürdőbe? Úristen! Csávó, hát hogy néz ki a fürdőszobád? Azt a cirkusz úristenit! Hát itt nagyon sok éve nem volt takarítva, maradjunk annyiban. Az fúj! Hát ez elég gusztustalan. Ó, mindkét irányban nyílik. Ó, oké. Hát én úgy látom, hogy sok minden nem tudunk. It's locked. Listen. Kerek között a lejátszó. Itt nem lehet kibontani semmit. Ezt elvisszük.
sem lehet, ez sem lehet. Jó. Akkor nézzük meg a többi lakást, ha lehet, amennyire lehet, nem tudom, hogy lehet-e. Desmond Wells, PhD. Ja, hogy mi vagyunk Desmond Wells? Hármas számú horror klisé, a telefon mindig csörög. Általában az a telefon, ami nincs rákötve a hálózatra. Mondjad. There he is. Long have I waited for this moment to watch as you scramble for your last breath, as you try to make sense of your reality and the gravity it carries, pulling you down. Ooh, I can't contain my excitement. I will have you, Desmond Wells. I will have all of you. Aha! Danke schön. Nem tudom, valaki vadászna Desmondra. Ó, itt a között a lejátszó, mindjárt meghallgatjuk, hogy ki és mit akar. És volt saját cicánk, vagy van. És csak itt a mancsa. Tónia! Az a cicus neve, hogy Tónia. Hát az óra beragadt. Ja. Ja, állandó földrengések vannak itt, vagy mi van? Na! Jó öreg PC oda néz. CRT monitor? Oh yeah! It's my tape player. Ja? Indítsam el. Értem. Ja, hogy így mutatja meg, hogy... Lehet, hogy ezt benne kell hagyni a kazettát a helyén? Mi van, hogyha az benne hagy... Állj, ez mi? Töltőképernyő. Mennyivel szebb itt a framerate. Valamivel azért szebb itt. A kamera is sokkal folyékonyabb. Tape, Desmond. Aha, jó, igen. Normális az, hogy villanyoszlopokon... Ó, hát persze, hogy normális. Hát az is normális ott. Most én ezt indítsam ezt a kazettát? Nem vagyok benne biztos. Oda lett a zseblámpám most. Most ezt mélek fel, és az inventory is lehet megnyitni. Ez jó lesz. In an unexpected turn of events, it seems I am the one who's losing my mind. Why or how this is all happening is beyond me. But as strange as this is, I'm equally as fascinated as I am scared. Kezdi elveszíteni a józan eszét, nem tudja, hogy mi miért történik.
és hogy fél. De hogy mitől, meg hogy mitől tél, gondolom, később ki fog derülni. Amikor elindítottam a szalagot, a kazettát, így hirtelen sok-sok filmgrént berakott a játékban. Remélem, hogy a végleges változatban teljesen ki lehet kapcsolni a filmgrain effektet, mert finoman fogalmazva, nagyon-nagyon nem szívlelem. Mennyivel smoothabb itt az egész? Hát fogjuk rá valamennyire. Hát az előbb valami forgott hátul, na mindegy. Megyek amerre tudok. Life in Milton Haven has become unfamiliar lately. People are, hell, I'm starting to see unusual patterns, behaviors, ever since the crash, maybe. It's beginning to make sense, I suppose. My own feelings of dread, of fear. Aha. Egyre furcsább jelenségeket tapasztal, és a crash, tehát a baleset óta. Akkor lehet ez is egy olyan játék, amilyen a vég azt mutatja, hogy a főszereplő egy adott baleset, az valamilyen negatív élményt nem tudott feldolgozni, és hogy mi zajlik épp az elméjében. Tehát lehet, hogy ez a játék is arról fog szólni talán. Ez alapján arra tippelek. De amúgy a vizet jól megcsinálták, leszámítva, mondom, ezeket a lila foltokat. Mert így tényleg úgy néz ki, mintha olaj lenne, de ezt az egy dolgot leszámítva, amúgy a hullámok jól néznek ki, a hullámzás, tehát az animáció az tök jó. Are similar to those of my patients. Az egy nagy kazetta! We're dropping like flies. Dying. Oh, poor Virginia. Szegény Virginia. Ki az a Virginia? Jó, jó. Lehet futni? Lehet. Shift-tel lehet futni. Az rossz hír. Ez rossz hírról lehet futni, mert akkor kell is majd futni. És van stamina. Ez nagy baj. Mert akkor valószínűleg majd valahol menekülni is kell. I should go over their cases. I need to understand what this is. If I can get through this, if I can just keep my mind focused, I must stay aware, awake, alert. Ébren kell maradjak, meg figyelnem kell. Aha, jó. Oh. Itt-ott vannak elég szép shaderek. Jó, hát ez a rész itt, egyelőre ez... az a kazetta, hogy néz már ott ki. Ez a rész kicsit ilyen sétaszimulátoros lett, ami egyébként nem gond. Várjál már, az a piros fény honnan jön? Onnan? Lehetséges, hogy az a csillag? De a többi akkor miért nem? Ha, fura. Na jó. Töltőképernyő. Töltőképernyő. Akkor haladunk. Igen.
az irodánk. Megint visszatértünk az irodába. Macsek, ne ijeszgess! Tanya? How? Tanya! I mean... Hi. I'm having a weird day. Everything okay with you? All right. Cicus! Szőre nagyon vibrál, van egy picit, van egy ötletem, van egy másik érsimítási eljárás. Aha, ez az. Temporál érsimítást érdemes használni. Ugye temporálisan jóval stabilabb lesz a kép, és megszünteti az ilyen textúra és egyéb ilyen zizegés effektusokat, így sokkal szebb lett. Tonya is. Ja, cicus! Ennyi. És itt a hiányzó gomba lifthez. És meg lehet simogatni? Meg lehet Jaj! Tita! Na, ne kapcsolod be, amikor... Good kitty. Tita! Miért kapcsolja be, amikor nem mondtam neki, hogy kapcsolja be? De került egy szék. Az előbb nem volt itt ez a szék. Ja, macsak, hogy figyel. De aranyos! Milyen szép cicus. Ki a szép cica? Ki a szép cica? Hát itt, igen, stabilabb lett a képminőség. Az árnyékok is, igen. Azok is szebbek lettek. Igen. Mindenképp a TAA érsimítást ajánlom. Nagyon-nagyon sokat számít a temporális szűrés. Rengeteget számít. What? Akartam mondani, hogy jöjjön, de... Ember. Néha olyan hangok vannak. Ja, persze. Ugye? Nem. Ciao. I can sneak past it. I know I can. Ne! Csak ne... Ne sneakelést! Ciao. Nem tudok alá bújni. Mi a fene ez a hang? Azt mondja, hogy el tudok lopakodni, de hogy? Ó! Oh! Az előbb úgy láttam, mintha felém rohant volna, de szerencsére nem. Kíváncsi vagyok, hogy ezután hova... Aha. Megpróbálom kifigyelni a patent, hogy mikor hova megy. Hát nyilván itt most fatális hiba lenne bekapcsolni a zseblámpát.
Most végig ott marad? Ez baj. Hello! Ciao! Au! Hello! Nem tudok futni! This elevator works. igen. Akkor most menjünk az egyes szintre, én azt mondom. Phew! Hát a lopakodás nem úgy ment, mint ahogy terveztem. Észrevett ott, ahol nem szerettem volna, hogy észrevegyem. Elevátor árja. Na. Menekülési útvonal zárva van, ez elfogadhatatlan, ezért nagyon súlyos büntetések járnának. Szurikáta szósz. So hot, it will make you stand on two legs. Biztos. Megint itt az életértelme. Zárva van. Hát igen, az életértelme sokszor zárva van. Utility room. Employees only. És megint itt ez a lila trutyi. Ó, oh, erre nem számítottam. Mivel... Fura hangok jönnek. Mivel biztos vagyok benne, hogy oda kell majd, ott kell majd tovább haladni, a fényes ajtónál, ezért először erre nézek körbe. Nem. Cetlik. Go run around and pick it all up for me. Tegyél egy kört és vedd fel mindet nekem. Well, slide the top floor above the vending machine. Ezeket szedjen föl. Top floor. Az italautomata tetején, fölött. Barrel hordó. First floor maintenance room. Taped under the table. Maintenance szobában van egy asztal alatt. Grip be. Jó, ezek fegyver alkatrészek, és ebből ott van a rajz bal oldalán. Ebből össze tudunk rakni egy fegyvert. Basement behind the middle laundry machine. If you do, you can keep it. I will even show you how to use it. Ha megtalálod őket, megtartatod, gondolom, a fegyvert. Aha, és itt a három új feladat. Oh, gotogotogotogotogot. Find the pistol grip, basement behind the middle... Igen. Ugye a mosógépeknél, ott már voltunk. A középső mosógép mögött, azt hiszem? Majd megnézem még egyszer. De akkor most már tudjuk, hogy mi a feladat. De várj, ezen a szinten nincs amúgy teendő? Na, várj. Top floor, nem, first floor, ott vagyunk most, a barrel. First floor, maintenance room, tape under the table. Maintenance room. Maintenance, ez az utility room, az nem ugyanaz. Maintenance room, meg kell azt találjuk. Most nem jut hirtelen eszembe a maintenance szó magyar megfelelője a karbantartásnak. Hát persze! Nem! Itt van! Ciao. Hogy olyan hangos? Becsuktam az ajtót. Tate under the table. Ó, Istenem!
Csak azért, mert zavar a hangja. Csak azért. Mondjad. So, Mr. Desmond Wales. Sorry, Dr. Desmond Wales. Jaj, de vicces vagy. What good is a PhD if the world around you is crumbling? I'd like to see you put your head to the test. I won't lie though. I'd much rather see you die trying. Ezért aztán értelmes volt. Csube! Na. Tehát. Taped under the table. Vagyis itt lesz. Aha! Hát csak ide. Megvan. Így van. Sárgával ki is írta, hogy ez megvan. Zárva. Mi a fene ez a zöld trutty? Zöld? Hazardus. Ja, ez csak a magas feszültségre figyelmeztet. Nem erre a lila trutyira. Hát akkor most már liftezhetünk tovább. East Hallway. A keleti folyosó. Kettes. Nem tudom szétszakítani, nem? És... Ó! Oh! Hoppá! Ezt nem vettem észre. Bocs! Itt ugye még egyszer lehet feltételezni, hogy visszajutunk arra a vizes részre, ahol újabb audiologokat tudunk meghallgatni. De csak feltételezem. Nem, ez Virginia otthona. WTF. Micsoda fények. Csak godrész, ez igen. Oké. Virginia otthona. Erre sem számítottam. Ki lehet ezt nyitni? Ijjajajajaj. Ugye, csak azt nem mond, hogy az lesz, attól félek, hogy azért vannak lerakva itt az üvegdarabok, mert ugye nagyon hangos, hogyha rámész, és szerintem jönni fog az a lila köcsög, akivel egyszer már találkoztunk a liftnél. És hogyha rámegyek az üvegdarabokra, akkor azonnal észrevesz, függetlenül attól, hogy éppen közvetlenül nem lát. Aggat. Élettöltő. Hűtő. Oh god. So, yeah, dear, I have resorted to writing your letters because you won't answer your phone. I'm so not to hear the answering machine. We want you come on. Is it broken? Your father insisted we send you money for the electric bill and told you, you know I love you and will support you. I don't want to encourage you begging us for money every other month. You need to find something more lucrative. Selling your toys is too niche. Lord is such a personality, maybe you could use that to your advantage somehow. Anyway, love and love and love, please answer your phone. Mom, Dad, and Freddy. Okay. Tehát Virginia szülei pénzt küldtek. Ha jól tudom, női név a Virginia. Pénzt küldtek a csajnak, hogy fizesse ki a villanyszámláját. Arra se telt neki? Hűha. Nem jó. Elem, köszi! TV-ben. Azta. Legalább jól megvilágítja a szobát. Ez a fényeffekt, így tetszik, ez tök jó néz ki. De szálló porral, ez tök jó. Oké, gondolom ez lesz a hálószobája, igen. Ajjajjajjajjaj, óvatosan. Tényleg, it's a purple cassette, igen. Checkpoint, hűha. A
She throws the knife with pretty linen and Hát ez valami vers, ezt meg se próbálom lefordítani. Főleg, mert nem is tudnám pontosan. Bocs! Az nem a mi macskánk egyébként? A képen, a festményen. Hotel. Szerintem itt már nincs több teendőnk, ha jól látom. Mindegyik óra beragadt. Szerintem akkor elmehetünk vissza. Vaj, magas sarkú. Ajjaj, mindegyik üveg kitört. Na jó, akkor menjünk vissza. Aztán keressük meg a fegyver többi alkatrészét. Mi? Halak. És itt is az olajos trutyi van. Ajaj. Ez mi? Annyira rossz minőségűek a textúrák itt a képeknél, nem teljesen lehet kivenni, hogy pontosan mi is van rajtuk. De lehet, hogy szándékosan festették őket így, hogy ne lehessen felismerni. Ja, ezt nagyjából föl lehet. Jó, tehát ezen a szinten akkor megvagyunk. Mi ez? Szalámi! Ó, hát ezt majd betoljuk arcba, simán. Ó, végre valami finomság. Ezt még kenyér nélkül is be lehet tolni. Bár úgy elég hardcore, de azért... Jó, tehát voltunk, most vagyunk a... egyes, jó, akkor menjünk. Menjünk egyszer a... Menjünk a földszintre. Pim! Csak abban reménykedem, hogy ez a lila köcsög kizárólag a második szinten marad. Remélem, hogy nem fog ide lejönni. Nagyon remélem. Hogy is mondta? The basement behind the middle laundry machine. A középső mosógép mögött. Melyik a középső? Várja. Egy, kettő, négy darab van. Most szórakozik velem? Várja. Nyém. Tudom már, hogy mit akar. Tudom én. Nem ver át. Nem úgy van az. Increases your speed every 3 pills. Fastonid. Nem fastongél, hanem fastonid. Jó, oké. Collect all pills in the basement. Ja, hogy az ilyen gyűjthető tárgy. És ha hármat felszedünk, akkor megnövekedik a sebességünk. Ami mondjuk menekülésnél nagyon-nagyon hasznos lenne. Lássuk be. Elvileg valahol itt kéne lenni a fegyveralkatrésznek. Itt kéne lennie a fegyver... Willst du mich verarschen? Behind the middle laundry machine.
Lehet, hogy... Tudod, hogy mi lesz itt? Szerintem... Megpróbálom kivenni a biztosítékot a lift aljáról. Szerintem ki lehet. Igen. És... Ugye ez az egy gép üzemelt, de ezt még nem üzemeltük be, viszont be lehet. És csak. It's a fuse box. It fits. Aha, aha, oda néz. Nincs rendesen rögzítve a mosógép lába, és pont a centrifuga program indult el, és szépen elmászik ez a mosógép. Ez ismerős jelenség, tehát a valóságban is van ilyen, hogyha a mosógépet nem rögzíted le rendesen, akkor a centrifugánál el tud mászni, szó szerint. Nem viccelek, tényleg van ilyen. Dankeschön! Ezért fontos az, hogy a mosógép mind a négy lábát rendesen kell beállítani, hogy a mosógép centrifugánál nem menjen el sehova. Jó! Na. Hát csak ezt ide. Visszarakjuk a liftbe. Beep. It's a fuse box. Zo. Várjál csak. Van még három darab gyűjthető, mi az ilyen? I could probably break this. Igen, azért nem tudjuk még összeszedni. Ó, vielen Dank. Azért nem tudjuk még összeszedni a maradék pirulákat. Mert ugye nem tudom még kitörni ezeket a rácsokat. Biztos, hogy majd, igen, ugye ott fogunk kijönni. Szerintem ez lőszar lesz amúgy. Feltételezem. Top floor above the vending machine. Jaj, de jó, vissza kell menni az a lila köcsökhez. Jaj, Istenem. Nem lesz ennek jó vége, nem ám. De ha a szerencsém van, akkor ez a lila köcsög eltűnt. Egy kis szerencsével. De nem biztos, hogy akkor a szerencsém lesz. Itt. Köszi. Assembled a pistol at the basement workbench. Értettem. Összerakjuk a pisztolyt annál a munkaasztalnál, amit a játék elején láttunk, ugye? De az hol volt? Várj egy kicsit. Ez merre van? Viszont ez jó hír, hogy lesz pisztoly, mert akkor meg tudom magam védeni. Kérdés már csak az, hogy a játék mennyire lesz szűkmarkú vagy bőkező a töltényt illetően. Nem hiszem, hogy olyan hűde sok töltényt fogunk kapni. Szerintem a pisztoly csak ilyen vészmegoldásként fog szolgálni. Hol volt a workbench? Vár, itt van. I can probably assemble something here. Added the pistol slider. I can probably assemble something here. De hogy tudok váltogatni a izék között? Nem tudom kiválasztani a többi alkatrészt. De az hogy lehet léptetni?
probably assemble something here. Ah! Okay. That at the pistol barrel. I've added the pistol grip. Azt a micsoda animáció volt. I hope I don't have to use this. Hát, igen. Tök jó lenne, hogyha nem kéne használni, de a játék nem véletlen adott egy ilyet. Oké. Innen komolyabbra fordul a téma. Aha. Tudunk pontosabban lőni. Nem kell lenyomva tartani a jobb egeret, hanem csak egyszer megnyomod, és akkor így marad. Jó. Akkor collect all pieces in the basement. De most nem mondod, hogy a rácsokat ezzel kell szétlőnöm. Tehát... flashlight... De az úgy azért lenne hülyeség. Mert akkor összes golyó elmenne arra, hogy ezeket meg a szellőző rácsokat szétszerem. Na, még egyszer itt körülnézek, hát ha van valahol egy kis lőszar. De szóval nem számítok rá, de hát sosem lehet tudni. Ugye, ha lenne valami melee weapon, tehát közelharci fegyver, akár tompatárgy, akár éles tárgy, kés, mit tudom én, csőkulcs, vagy valami ilyesmi, akkor azzal szét tudnám verni a dobozokat, meg azokat a léceket, a rácsokat, és akkor nem kéne lőszer pazarolni hozzá. Tehát szerintem sokkal-sokkal jobb lenne. Csak most tényleg nem tudom, hogy a játékban fogunk-e találni olyan tárgyat, vagy tényleg most azt várja el tőlem a játék, hogy pazaroljak erre éles lőszert. Listen to Virginia's tape. Tehát a collect all pills in the basement, ez igazából szerintem csak egy opcionális feladat. De mondom, addig nem szeretném elkezdeni, nem szeretnék ilyenekre lőszer pazarolni, mert én azra a lila köcsökre szeretném tartogatni, hogyha minden kötél szakad. Vissza tudok ide is menni? Nem hiszem. De! Aha, emlékeztek, itt kezdődött a játék. Itt kezdődött, és... Aha, ott lát a szellőzőn keresztül fogunk oda feljutni. Majd valahogy egyszer talán. Lőszer. Ajajajajajaj, no lőszer. Elemet is adhatna a játék amúgy. Néha napján. Ott is majd szellőzőben jutunk be. Akkor hallgassuk meg Virginia kazettáját, amit a második szinten tudunk megtenni az irodában. Itt van olyan érzésem, hogy itt megint találkozni fogunk ezzel a lila köcsöggel. Ehehehehe.
Lehet, hogy pont úgy triggerelném, ha felveszem a telefont, úgyhogy nem veszem fel a telefont. Ilyen hang... Itt nem is kéne hallanom, hello! Áj, Istenem! Addig nem tudom nyugodtan meghallgatni Virginia kazettáját, ami nem veszem föl. Köszönöm. Még se kellett fölvennem. Na. Nagyon helyes. Na nézzük. It's my tape player. Jádok. Nincs itt a cicus. Diploma. Na lássuk, gondolom Virginia audiológiait, illetve naplóbejegyzéseit. Tudjuk itt majd végighallgatni, de nem biztos. Á, igen, jól sejtettem, hogy megint itt vagyunk. Igen, igen, igen. Mennyivel szebb így a kép, hogy temporálisan stabil, a TAA bekapcsolása rengeteget segít. Kábelek is szép simák lettek. Hopp! Nem esek le, nem esek le. Parkoló. Itt egy autó. Nem tudom milyen típus, azt tudom, hogy milyen gyártmány, hát vagy ki a gyártó. Nem lehet kinyitni? Nem. Csomagtartót? Nem. Úgy kilútolnám. Na jó. Azon akad ki a csaj, hogy csak egy helyre tud menni vásárolni, vagy valami ilyesmiről volt szó. Nézd már! Lehet tologatni a bevásárlókocsit. Jaj, ez fun! Whee! Hoppá! Nem én voltam. Hopp! Még egy autó. De kár, hogy itt nem lehet zseblámpázni. Ezzel sem lehet interaktálni. Behajtani tilos. Áhá! Még egy autó. Milyen szép autók vannak itt, nekem az is tetszik. Huligánok! Ja, így tudok oda átmenni. Áááá, haha. Hát az multifunkcionális autó. Ha-ha-ha.
Ennyi huligánt. Egy irányú utca. Ah, mekkora között az a háttér, mert az halál jó. És egy híd akar lenni, ugye? Jaj! Ne! Ne! Stop! Már nagyobb járművek vannak. I can't get my food at Homemart. I won't. No one's forcing you to. You can always drive out of town. No, that's even further outside where I feel safe. Mi baja ennek a csajnak? Tényleg az, azon van kiakadva, hogy ő nem hajlandó bevásárolni a Homemart nevű bevásárlóhelyen. Tehát ott. Tehát, Környezetszennyezés! De tényleg nem hogy örülne annak, hogy egyáltalán van, van, ahol be lehet vásárolni a mindennapokra. Nem, ő ott nem hajlandó. Nem százas. Hát akkor remélem, hogy éhen döglik. Oh, aha. Nem tudom, hogy hülyeséget csinálok-e, vagy ne. Ó, ez egy kamion. Szerintem a konténereken kell majd tovább ugrálgatnom. Remember, this feeling of judgment is self-made. And while I advise you to be cautious, Homemart might be the exact circumstances you need to face your fears. Put yourself out there. Consider it exposure therapy. I can see you're getting nervous. Don't be nervous. You've made much progress over the years. You know this. Szóval igen, tehát a csaj szó szerint mentálisan beteg, hogy diplomatikusan fogalmazzak, és szerintem egy agyturkásznál van, aztán azért mondta, hogy progrenál, tehát hogy jó előrehaladást produkál, azért gondolom, hogy azért mondhatta ezt. Jaj, Vito Pacsi! Jaj, de ügyetlen vagyok! Aha. Jaj! Nem biztos, hogy jó ötlet, amit itt éppen csinálok, de... Boah! Azért ez úgy... Az igen. Víz alatt van a Homemart bevásárló. Hát ez a kazetta, ez nagyon kész. Ez... Potty. Jaj, de ügyetlen vagyok már megint. Amúgy ezen a területen, ezen a vizes területen nagyon-nagyon szépen megy a játék amúgy, tehát... És mondom, ahhoz képest 0.5-ös verziót azért... Már így is sokkal szebben megy, mint a legtöbb 1.0-as Unreal Engine 4-es játék, úgyhogy... Scheiße. Nein! Jaj! Oké. Oda kell menjek, jó.
Na, fussá! Na. Akarom mondani, jaj, hát... De ügyetlen valaki. Mennyi van még itt? Ciao. Na, csináltam egy új platformot, látod? Ui. Oké. Akkor szerintem Virginia audiológiaival végeztünk is. Igen, nagy fehérség. Nagy fehérség. Mi? Oh. Hová márt? Fedezd fel! Hová Martot? Na, ez érdekes. It's an early incident. Hová Mart is temporarily closed to the general public. I apologize for... Korábbi incidens miatt ideiglenesen be kellett zárjon. Basszus, ez a demo sokkal hosszabb, mint gondoltam. He? Tudjátok mit? Lehet, hogy mégiscsak az lesz, hogy akkor szerintem folytassuk. Folytassuk innen. Mert ha az még egyszer egy akkora terület, mint az előző, akkor mégsem szeretnék egy 3 órás videót csinálni, úgyhogy akkor két részes lesz a demo. Remélem nem haragszatok meg érte. Nem gondoltam volna, hogy ennyire tartalmas demo lesz, arra pláne nem számítottam, hogy egy második gyakorlatilag, hát mondhatni a második pályát is megnézhetjük. Ez úgy nagyon kellemes meglepetés. És itt nagyon szép lesz ez a hely, már látom előre, jó hangok vannak itt. Na, oké, akkor innen fogjuk folytatni. Nagyon spórolnom kell ezen a lámpával, mert nem sok töltöttsége van már csak a fele van meg, hogy elemeket is kell majd vadásszak. Na, ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot. És innen folytatjuk az InSound Mind demóját. Na, szevasztok!